Köszöntjük a Fehérvár Televízió valamennyi nézőit. Ismét a fő címdalon néleztünk. Ezt nem Marcia hagyhatom meg. Én is szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. És hát sok szeretettel köszöntjük stúdiónkban Nagy Ádámot, Arról és Ádám zenekarból is ismert. Igen. És még sok másról, de ezt majd ő elmondja, hogy igen. Ma milyen zenekarokból. Sziasztok. Szerintem hát ugye kimondtuk, hogy Roy és Ádám, de azért azt tudni kell, ugye Roy és Ádám a kezdetekben, a 90-es évek végén, amikor indult, akkor még nem trió volt, abszolút nem trió volt. Hogy hány évig volt az, amikor úgy koncerteztetek, hogy voltak fuvósok, billentyű, stb., és mikortól indult a trió időszámítás? Hát ilyen 90-es években igen, még 92, nagy voltak. 92-ben volt nekem egy Tramps nevű zenekarom, amiben jött Roy énekelni 94-ben, tehát mi ott akkor ismerkedtünk meg, ez most már 24 éve. Tehát kimondani is. Igen, és a Tramps zenekar az ment egy ilyen, hát még utána egy 3-4 évig a Roy-jal, és akkor közben a Tramps zenekarral mi próbálkoztunk saját számokat csinálni, és már a Trambolin, Csabul és Jövők azok köztük voltak ezeknek a daloknak között. Viszont akkor ugye a nagy kiadók voltak akkor, és nem igazán tetszett nekik, hogy rockzenét játszunk, vagy hogy nem volt annyira trendi, vagy nem volt annyira sem rádiókompatibilis sem, hogy azt így... Akkor szóval nagyon nagy hatalmuk volt a nagy kiadóknak, mert a média is csak nagy kiadó által kiadott zenekarokkal foglalkozott, tehát mondjuk a tévébe se tudtál bekerülni, mondjuk egy magyar tévébe. hogy ne lett volna náluk egy lemezed, vagy ami a lényeg, hogy 98-ban jelent meg az első Roy és Ádám lemez, tehát a Tramps az kapott előszerződést, meg minden, de nagy lemezszerződést nem kapott, és én voltam a dalszerző, meg a gitáros, ugye Roy meg az énekes, és akkor ebből lett egy ilyen, hogy mondják ezt, egy ilyen keresztvágással, vagy nem tudom mivel, Roy és Ádám. És akkor ugye az elején a nagy zenekarral léptünk fel, mert ugye a lemezen voltak fúvósok, vokál volt minden, és ezt máshogy nem lehetett megszólaltatni. De ugye ez egy nagyon nehéz próbálkozás volt, mert mivel nem voltunk, tehát új zenekar voltunk, nyilván egy olcsó zenekar voltunk, de hát valahol az elészeket meg ki kellett fizetni, és egy darabig tudtuk csinálni ezt, aztán emellett nyilván voltak ilyen, ketten játszottunk akusztikusan, sok ilyen koncert volt, de nekünk nyilván az igazi véránk az inkább rockzenei volt, és akkor 2000 környékén volt az első olyan felállás, amikor már Ahogy érzed című lemezt csináltuk, amit még a Papszabival, aki a Supernemből ismert, és a Mozsi Kimivel, és akkor négy tagú volt a zenekar, utána jött még a Kontor Tamás basszusozni, és aztán 2005-ben vagy 2006-ban vette át Roy a basszusgitárt is. És egyébként gyorsan jött a siker, vagy azért ez nem volt annyira egyszerű? Nem is tudom, mi volt az első szám, ami berobbant, a Csabból is én folyok, vagy pedig a... Csabból is én folyok volt az első. Igen, az volt az első, mert a Trambolinnal mi előtte indultunk egy, nem tudom mennyire, vagy arra emlékszel, volt egy ilyen tévés tehetségkutató, ami azt hiszem, hogy a harmadikok lettünk. Én arra emlékszem, amikor a Most jövünk mi című lemezt vettétek fel, és a bátyám basszus gitározta fel a lemezt, és a stúdióban ott voltam egy kis gyerek. Igen, az már a második lemez volt. Hát, akkor én még fiatal vagyok egy picit. Kis gyerek voltam. Hát azt tudtam, akkor szakszorozhattál volna egyetlen. Akkor már össze tudtam rakni talán. Igen, az... Olyan szempontból nem jött gyorsan a siker, hogy mi azért előtte már nagyon régóta zenéltünk, szóval azért úgy jött gyorsan a siker, hogy amikor megcsináltuk ezt a lemezt, mindjárt az első számot, Csabból is én folyokat, azonnal elkezdte játszani a rádió, de én ezt nem... Azért én annál óvatosabb voltam, vagy racionálisabb, hogy ez nem voltunk jobbak bárkinél, vagy mit tudom én, de a zene az tény, hogy azért egyel jobb volt, tehát ki lehetett használni azt, hogy azért Roy nagyon jól énekel, hát ez iszonyú hangadottság, lehetett még gitározgatni is a számokban, és ezt nagyon jól összeraktam a kis Malek Miki, modern volt a hangszerelés, azért a rádióbarát, de ugyanakkor nagyon tetszett neki, hogy nem szokásos harmónia fordulatok vannak a számban, amik akkor trendik voltak, tehát nem nagyon, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy silány volt a könnyű zenei élet, de az tény, hogy akkor jött egy pár olyan zenekar, akik
akik talán kicsit jobban zenéltek, vagy jobb dalokat írtak, nem tudom. De az tény, hogy volt egy kis űr, és szerintem a Csabul is ilyen folyók, a Trambulin ezek szerintem azért is lehettek ennyire sikeresek, mert a Trambulin szerintem jó dal, de többek között azért is, mert szerintem volt egy kis hiány a palettán, könnyűzené palettán. Be tudtátok tölteni ezt az űrt? Szerintem igen, mert nagyon sokat játszották azt a két számot a rádiók, és meg hát szerintem érződött, hogy mi ilyen rockzené múltal rendelkező zenészek voltunk, és igen, szóval mondhatjuk azt, hogy szerencsénk volt, de mondom, azért ezt kevesen tudják, mi előtte nagyon sokat küzdöttünk azért, vagy legalábbis nagyon régóta zenéltünk már ahhoz, hogy tehát nem úgy éltük meg azt, hogy na, akkor most befutottunk, és akkor tehát nem az volt, oké. Hogy úgy értetek volna meg, hogy nem, most akkor berobbantunk, hanem azért előtte kőkeményen dolgoztatok ezért. Ugyanúgy mentünk utána is koncertezni, meg mit tudom, hogy nyilván jár ebben egy csomó olyan média szereplés, vagy olyan mindenki propaganda dolog, amit az ember kevésbé kedvel így rockzenészként, de hát nyilván ezekkel is foglalkozni kellett. De szóval mondom, régóta nyomtuk már ahhoz, hogy a Teremszet bizonyos értem, egy kicsit sajnálom, mert az egy mondjuk a végén már többféle felállás volt, tényleg ott játszott a Gret Gábortól kezdve a Mihalik Viktorig, a Gátos Bálint, akivel az elején, szóval nagyon sokan zenéltek már ott, de nem tudtunk avval kicsit jobban betörni, mint ahogy. Úgyhogy, és akkor ez tart most már tényleg a Rója 24 éve, de hát 20 éve van Rója és Ádám, ez egy jubileumi év idén, és próbáljuk most ezt a jubileumi évet hasznosan eltölteni. És akkor 2000-ben eljött az a pillanat, amikor a Rója leültetek, és akkor azt mondtak, hogy na jó, akkor elég volt abból, hogy most minden koncerten már session zenészek állnak a színpadon, és nyilván ennek azért számtalan hátránya is van. És akkor megbeszéltétek, hogy jó, akkor maradjunk a trió formáción, és akkor innentől kezdve azt erőltessük, és felejtsük el inkább ezt a nagy zenekaros. Nem feltétlenül így volt, de ez is benne volt. Inkább a dalok, amik születtek, azok voltak jóval rokkosabbak, vagy jóval olyanok, amik ilyen más hangszerelést igényeltek, és ezek így a próba folyamat által, amikor próbáltuk ezeket a dalokat, ki is derült, hogy ez talán picit jobban áll nekünk. A másik az tény, hogy nagyon jó zenészeket, én igénylem mindig, hogy meg szerintem mindenki, hogy jó zenészekkel játszasson együtt. Nagyon nehéz volt összetartani, tehát tényleg mindenki oda ment, ahol van, akinek elsősége volt egy másik zenekarban, van, aki több pénzt kapott egy másik koncertért, és tényleg volt olyan, hogy az ember körülnéz, és ismeretlen arcokkal játszik együtt kottából, és ez... Nem, az összkép nem olyan jó. Igen, hát megmondom őszintén. Más érzés, nem? Igen, megmondom őszintén, is olyan zene, hogy bár nem bonyolult zene, de hogy azért ez is kell egyfajta összeérettség, tehát egy dobossal játszik, egy basszúgitáros, lehet úgy is jól játszani, hogy életükben nem játszottak együtt, és akkor ki van rakva a kotta, mondjuk a basszúgitáros elé, vagy a fúvósok elé, de érzed, hogy nem az, mint akivel próbáltál 10-et, vagy 5-öt, vagy 3-at. Kell egyfajta összeszokottság, szóval akkor voltak ilyen jellegű úgymond problémák is, de mondom elsősorban inkább az, hogy a lemez, amit csináltunk, az ahogy érzem, a lemez az inkább stílusban volt rokkosabb. És az átállás egyébként mennyire ment könnyen most? Ez alatt azt értem, hogy nyilván a közönség megszokott egy addigi hangzást a rádiókból, meg a nagy zenekaros koncertekből, és aztán jó, akkor triófelállás, kiálltatok színpadra, elkezdtetek trióba játszani, de azért az nyilván egy más hangzás, hogy ezt a közönség mennyire fogadta igen. Egyből hát, ugye még pozitívan. Akkor úgy voltunk trióban, hogy bár trió hangszerűsű felállás volt, de ugye négyen voltunk, tehát akkor Roy még csak énekelt. És hát át kellett hangszerelni egy pár dalt, az tény, mert ugye mit tudom, a Trambulin az mondjuk adott volt, mert a Trambulin így íródott, tehát ez egy ilyen trió felállásban, plusz a fúvósok. A Csabul is egyébként az már nehezebb eset volt. Hát át kellett egy picit hangszerelni a dalokat. Nyilván ez nem 5 perc volt, ehhez kellett, hogy teljen pár próba, pár koncert. Amellett, hogy rentábilisabb volt, mitől jobban összetartott minket is, mert amikor minél több tag van egy zenekarban, annál nagyobb a széthúzás lehetősége is. Gondolom én, meg hát, hogy mindenki honnan érkezik egy koncertre, nem találkoztok, szóval nem feltétlenül jó, úgyhogy szerintem jó úton haladt a dolog, és 2006-ban például emlékszem rá, 2005-ben
vette át a Kontortól a Roy a basszusgitárt, hogy volt egy év, amikor tudott gyakorolni, meg ugye Roy tudott gitározni, és nem volt annyira idegen, hát ott is beletelt egy kis időben, mire sikerült ki átvenni, de egész jól csinálta, és akkor 2006-ban, ugye ő nagy stinges, úgyhogy és 2006-ban pedig már rengeteg koncert volt ilyen Trio felállásban. Aztán most jubileumi év van, idézőjelben, 20 éves a Roy és Ádám formáció, és most idén csak ilyen jubileumi koncerteket adunk. Uh-huh. Ennyi változás van, hogy akkor nyilván meg is ünnepítek ezt, és különböző turnékra indultok. Igen, egy olyan műsort csinálunk most, ami átfogó, benne a régi dalok, új dalok, szórakoztató is, ugyanakkor meg próbáljuk tartalmasan. Milyen érzés ma visszatekinteni mondjuk a 20 évvel ezelőtti számokra? Nehéz kérdés, mert például a Trambulin nektek bár mondhatom, hogy biztos fogjátok érteni, de az annak idén egy demónak készült, idézőjelben elmentünk ezt a stúdióba, de hogy nem, az volt a cél, hogy azt lemezre tegyük, amikor az elkészült, viszont az került fel a lemezre, mert véletlenül annyira jól sikerült a dob hangzásra, Magyarországon ilyen kritikus volt még annak idején, hogy az egy jól sikerült felvétel, tehát magyarul azt most se tudnánk talán jobban csinálni, vagy nem tudom. És hát nyilván máshogy, mert azért 20 év csak eltelt, és az ember azért máshogy gondolkodik 20 év múlva. De jóra esik még mindig eljátszani a számot, hogy amikor nézed, hogy mi a következő szám, és a Trambulin, jó, ne. Vagy azért, ez Trambulin ezért általában a musor végén, nem az elején. Igen. Ezt el kell játszani, szóval ez nem akarok más szavaival jönni, de talán Mick Jaggerről olvastam egy szét, hogy tudom én, ugyanezt feltették neki, hogy az Angie-t el kell játszani 245-ször is, akkor szóval ezt el kell játszani, hát nyilván, hát az emberek ezt ismerik. Zászlósajója a zenekarnak. Igen. Most biztos nem tudnék olyan számot írni, szóval az akkor volt, hát ez... Hát nyilván sokat változott az embernek az élete, gondolkodása, igen. És ezt gondolom, hogy a zenén is meglátszik, nem? Abszolút. És egy kicsit, hogyha az egyéb műfajokról, most itt elsősorban gondolok ugye a jazz rockra, ugye említetted, beszélgettük meg, hát nyilván láttam is Facebookon, hogy készítettetek egy jazz rock lemezt, ami gyakorlatilag a saját szerzeményeidet tartalmazza, és hát tényleg világszínvonalú muzsikusok játszanak a lemezen, és hát ugye arról is beszélgettünk, hogy ez stílus szempontjából is elég összetett ez a lemez, hogyha erről egy kicsit mesélni, hogy kik játszottak meg, hogy igen. Milyen stílusú zenéhez pontosan. Ez a Work Project nevű album 2015-ben jelent meg, és ott olyan zenészekkel dolgozhattam, akikkel vagy nagyon régóta szerettem volna, és tudtam többek között Borlai Gergő, aki most már ugye szinte kizárólag Amerikában dolgozik, nagyon keveset van itthon, és ő vele volt egy közös zenekarunk előtte, ez a Hazu Magazin nevű formáció, és vele mindenképp szerettem volna, vagy annak idén, sőt ő nem csak mint dobos, hanem mint hangszerelő is volt a lemezen, tehát ő hangszerelt két dalt, azt hiszem, együtt csináltunk. Neki a progresszivitására nekem nagyon nagy szükségem volt, én kevésbé voltam ilyen, mondjuk ilyen progresszív zenei ízlésű, de szükségem volt. Szóval ez azért is projektlemez, mert mindenki, hogy mondjam, tehát ilyen egoista módon elvettem mindenkitől azt, ami belőlem hiányzik, vagy nem tudom, miért lehet mondani. Szóval nekem arra volt szükségem, hogy elhívok egy Ágoston Bélát, aki ugye játszik többféle hangszeren, basszus klarinéton, meg nem tudom, ütőgardonon, ő, hogy pontosan magát adja bele a dalba. Nyilván az, hogy kik játszanak a lemezen, az nem azon múlott, hogy én most csak velük szeretnék dolgozni, mert rengeteg mindenkit meghívhatna az ember, hanem a dalokból eredt, hogy mit kívánnak a dal, vagy mit... Tehát van egy dal, mert DJ, van egy a MC, van bocsánat, a... Tehát olyan volt a dal, hogy ugyanezt hallottam benne, hogy ezt kéne, és akkor erre kerestem tulajdonképpen társat, hogy ki tudja ezt kiegészíteni. És na, de egyébként a számírás az hogy működik, hogy te
kitalálsz valamit, hogy szeretnél egy számot, vagy akár egy lemezt írni, és akkor este leülsz tudatosan a gitárodon, hogy na, most akkor írunk egy számot. Vagy pedig tényleg ez a legjobb számok, azok mindig teljesen véletlenül születnek meg, hogy gyakorolgasz, és hopp, de jó szólt ez a két hang egymás után, ez a két harmónia, hogy és melyik. És utána ráépíteni. Igen. Van példa mind a kettőre, mert azért ez egy szakma, tehát lehet ezt csinálni tudatosan is, tehát lehet azt csinálni, hogy nekem mondjuk holnapra kell írnom egy 10 számot, akkor valószínűleg hazamegyek, és tudok írni 10 számot holnapra, csak nem biztos, hogy jó lesz. De ezt akartam érni, hogy ez így működik, így parancsra, hogy na most akkor? Sokszor működik, mert az ember, mint tudom, határidőre is szokott dolgozni. Úgyhogy, hát megmondom, ez egy szakma, szerintem lehet ezt csinálni így is, de hát szerintem a legjobb dolog, hogy nem így jönnek, hanem vagy azonnal jönnek, vagy lassan jönnek, vagy szóval tudok példákat mondani. Az új lemezen van a Szerelmi Állapot című dal, ami például tök gyorsan megíródott, de olyan is van, olyan is tudok példát mondani, az én órám másképp jár, talán megvan nektek az a dal. Igen. Na az a dal például megvolt már szerintem egy-két éve biztos, már hogy ilyen demóba így nekünk, Ró is felé is demózta, felé nekelt van demó, de valamiért nem állt össze a kép, vagy nem tudom, nem. És akkor van benne egy ilyen gitár riff, amilyen jellemző része, hogy kezdődik a szám, és az például két év után így a kettőt összeraktam, és kész volt a dal. Szóval amikor ennyi hiányzik. De mondom, olyan is van, hogy azért az a szerintem az őszintébb, vagy az a jobb, hogyha tényleg gyorsan jön a szám, és hú, hát ez meg is van, ennyi. És akkor nem is kell vele sokat foglalkozni. Hát gyorsan az ember megpróbálja felvenni, vagy leírni, vagy valamit, hogy elfelejtse, az fontos azért. A hangjegyzet az nagyon jó, mióta kitalálták a telefonban. De hát igen, nagyon összetett van, amikor tényleg gyakorlásnál, például én is úgy gyakorolok, hogy valamit minden egyes gyakorlásnál valamit megjegyzek belőle. Tehát már olyan értelemben, hogy valamit vagy fölveszek, mert valami olyan dolog csináltam, amit nekem tetszik. De olyan is van nyilván, amikor nem, csak mondom, hogy sok minden így jön gyakorlásnál. Mivel most már szövegeket is szoktam írogatni, néha azon is elgondolkodom, hogy ha valamit megjegyzek, akkor azt is beleírom a telefonomba. De hogyha ilyen olyan munka van mondjuk, ami mondjuk mostanában nem nagyon volt jellemző, de most például kellett hangszerelnem egy ilyen tévéműsornak ilyen zenéket csinálni, lehet azért dolgozni határidőre. Szóval ha az ember magának csinálja, akkor viszont szerintem nem. Tehát hogyha én most nekem kéne mondjuk holnap megint csinálnom egy lemezt, így magamnak, vagy mit tudom, amit én kiadok a kezemből a saját nevemen, vagy arra biztos, hogy sok idő kell szerintem. Igen, azért az nem megy 5 perc alatt. És ez hogy működik, hogy te készen viszed a számokat, olyan számok, ha nincs is szöveg, de hogy harmónia és az énekdallam, ezt te készen viszed próbára, vagy az is előfordul, hogy nem tudom, van egy refrén harmónia meneted, ami neked tetszik, és de nincs rá mondjuk ének témad, és akkor elmész a Royhoz, vagy próbálni, és akkor közösen megszületik a dal, hogy ilyen is előfordul? Mindegyiket tudok példát mondani. A Csabul és én vagyok trambulin, az például úgy volt, hogy én feldemoztam otthon ilyen gitárral, felprütyöngtem az énekdalamot, vagy zongorával, vagy és akkor elvittem a Roynak, bár nem a Roy írta akkor még a szövegeket, hanem a Szabó Leszli. És akkor úgy készültek el. De ugyanok a Roynak is, meg az Orikának is vannak egyébként dalai, tehát ők is ugyanígy hoznak komplett dalt, mindenkinek van most már ilyen kis garázsbendje, vagy nem tudom, mi össze tudják rakni, mindenki tud vele. És például van a Visszasírom című dal, amit szintén azt hiszem, hogy elég sokat játszott a rádió, az például teljesen közös dal, tehát ott konkrétan a refrén meg a verze az enyém volt, a bridge rész, vagy egy másik rész, meg maga Royé volt, tehát ez meg ő így kettőből lett össze pattintva, és akkor így, tehát ilyen is van. De azért 20 év után már azért elég olajozottan működtök, nem meg gondolom fél szavakból is. Vagy nem? Igen. Vagy mikor, hogy? Igen, tehát annyira ismerjük egymást, hogy mit lehet a másikra rábízni, mi az, ami, de olyan is van, ami, hogy például lemegyünk próbálni, és akkor mondjuk új dalokat csinálunk, és valami valakinek nem tetszik, és akkor azt mondjuk hagyjuk, hogy ne legyen ebből probléma később. Uh-huh. És a közönség, hát nyilván ugye elmítetted, eltelt 20-25 év, hogy olyan arcokat is láttok a közönségbe, akiket már 20 éve is láttatok, és még mindig kitartóan járnak Roy és Ádám Trió koncertre, vagy teljesen átrendeződött az arculat? Most volt egy Budapesten egy ilyen jubileumi turné koncert,
És ott például elég sok régi arcot láttam, de ugye sokan, a mi korosztályunkban azért sok mindenkinek már családja van, kevésbé tud kimozdulni ilyen koncertekre, meg hát a másik az, hogy mi sem játszunk annyira sokszor Pesten régen, amikor elkezdtük, akkor mi klubunk volt, havi rendszerességgel játszottuk Budapesten mindig, tehát ott jobban észre lehetett venni, hogy kik vannak a koncerten, mert ugye ott rendszeresen lemérhet az ember, most ritkán van lehetőség erre, és most azt látom, hogy ugye vannak nyilván fiatalok, de sok embert felfedezek, akiket már mondjuk ismertem valahonnan, vagy láttam már. Te akkor inkább vidéken koncerteztek, de több koncerton azért. Szerintem jóval több van vidéken, igen. És van menedzser, vagy pedig ti intéztek mindenféle zenekari? Arról is Adának nagyon régóta, már Tramps idők óta van a Kis Áron nevű úriember, aki menedzseri a zenekar, most már elég régóta, és ő a hivatalos szerv. És mi a legközelebbi cél, vagy a legközelebbi kitűzés, koncert, új lemez, új szám, vagy most abszolút tényleg arra koncentráltok, hogy jön a nyár, és hogy bírjátok a koncertezést? Igen. Elsősorban most a nyár, ugye nagyon közelít, nyáron ez a jubileumi turné a legközelebbi, aztán ősszel lenne egy ilyen szimfonikus összefoglaló nagy koncert, most a 20 éves jubileumnak a megünneplésére, vagy jobb szót nem találtam rá, és ahol szintén ilyen a régi dalok lennének egy kicsit áthangszerelve, ilyen még nem csináltunk ilyet. Volt már a Műpában egy ilyen koncertünk, ilyen, ha nem is klasszikus zenészekkel, de egy ilyen jazzesebb akusztikus próbálkozás, most egy ilyen szimfonikusabb lenne, és akkor ebből majd szerintem lenne egy lemez is. Úgyhogy idén ez a terv. Uh-huh. Hát és ezt kihangszereli meg? Azt te fogod meghangszerelni? Szerintem nem én fogom meghangszerelni, nyilván ötleteit mindenki elmondja, ugye ott annyiban nehéz a helyzet, hogy ugye alapból van egy trió, aki köré kell ezt majd valahogy rakni, de például sincs tisztázva, hogy mondjuk az Olika a dobosunk, mondjuk rendes szerkon fog-e dobolni, vagy esetleg valami ütőhangszer, szóval ezeket a dolgokat kell, nyilván itt is a dal adja majd magát, meg a helyszínek, hogy ez hol lesz és hol lehet ezt megcsinálni, ugye alapból a trió az mi egy hangos zenekar vagyunk. Ugye egy hangos zenekar mellett egy klasszikus zenekar sajnos nem él meg, tehát nagyon nehéz ezt behangosítani, el kell a dobot plexizni, vagy panorámát, vagy... Tehát vannak ilyen technikai... Vannak ennek technikai, nem is, szerintem nem is olyan könnyű ezt megcsinálni. A hangszerelés része még azért nem mondok róla erőd dolgot, mert van tervek, mert a Szentpári Roland elmondhatom, a Szentpári Roland lett erre így félig felkérve, de még amíg nem nincs tisztázva, hogy mondjuk a klasszikus zenekar, vagy a komoly zenekarban hány tagú lesz a plusz, mondjuk 11, vagy esetleg 30, tehát ennyire nagy zenekaros dolog, megmondom, hogy hol lesznek ezek a helyszínek. Nyilván lesz Budapesten egy, de ez attól is függ, mondom, hogy van erre támogatás igényelve, úgy tudom, tehát hogyha ez összejön, akkor attól is függ, hogy mekkora létszámú nagy zenekarra lehet ezt megcsinálni, illetve kivitelezni technikailag. És egyébként a Rojés Ádám mellett van lehetőséged azért jazzt is játszani? Tehát most nem csak a lemez kapcsán, hanem egyáltalán bármilyen formációban jazzt is játszani, vagy azért az ritka? Sajnos nagyon kevés. Az utolsó ilyen nagyon jó emlékeim az pont veled volt, amikor játszottunk egy pár szó veled. Játszottam a zenekarodba, amit nagyon szerettem. Nagyon kevés, a Kamarás Ivánnal van most egy ilyen Frank Sinatra műsor, ami ha nem is jazznek minősül, de azért ott is játszogatunk ilyen standardeket. Ott annyiban más a helyzet, hogy ott főleg egyedül kísérek. Iván is játszik egy pár dalban, de azt mondjuk nem lehet jazznek nevezni, de játszunk ilyen standardeket. Nyomokból jazzt is tartunk. Igen, nyomeleg emelemekben. Már sajnos keveset. Uh-huh. Ezért kell gyakorolnom, hogy ne felejtsen. Hát ez nem biztos, hogy csak ettől, hogy szerintem jazz... Igen, de az keres. Olyan műfaj, amit játszani kell különben. Igen, ezt sok szerelemből lehet csinálni, igen. Nyilván, mert az máshogyan nem megy. De például dalszerzésnél, hangszerelésnél elengedhetetlenül jól jön, szóval tényleg olyan határtalanul lehet dolgozni, úgyhogy van az embernek egy ilyen ablak, ami ott kinyílt, hogy ez egy jó dolog, szerintem. A fehérvári közönség mikor találkozhat veletek? Bármikor? Jó kérdés. Hogyha fölmegy és megnézi, hogy hol fogtuk képernyőről. Képernyőről feltétlenül. Igen. És majd a Vörösmarty Rádióban is. Így van.
Hú, most fejből fehérvári koncertről nem tudok, de remélem, hogy lesz nyáron. Vagy a környékbe. Remélem. Hát Balatonon remélem, hogy ott is gondolom, de most ezt nem néztem meg, de szerintem biztos, hogy leszünk a közelben. Én nem szeretném. Érdemes akkor a közösségi oldalatokat böngészni. Igen. Facebook. Különböző Facebook és egyéb felületeket, és akkor ott tudnak tájékozódni róla. Igen. Hát, Ádám, én nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönjük, igen. Itt voltál nálunk, és hát sok sikert a koncertekhez, minél több koncertet, és hát remélem tényleg a környéken is, sőt, Fehérváron eljöttök, és meg tudunk titeket nézni, hallgatni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. A kedves nézőknek is nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen várjuk majd Önöket holnap is itt a Fehérvár Televízióban. Addig is kellemes időtöltést, viszontlátásra! Viszontlátásra!